Lenyűgöző természet alkotta millió, gazdag történelmi múlt és impozáns épített környezet. Sokszínű szellemi és kulturális örökség, incsiklandozó gasztronómia és hagyományhű értéktár. Ez csupán néhány ok, amiért érdemes megismerni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. Ezen a vidéken mindent megtalál, ami a megyét a belföldi fürdőkultúra élére emeli. Élvezheti a termálvíz gyógyhatásait, strandolhat a természet alkotta barlangjáratokban, sodródhat a hullámokkal, vagy kalandozhat az egész család a csúszdaparkban. Meg annyi fürdőélmény egyetlen megyében. Garantáljuk, nálunk egyik programmal sem fog befürödni. Túra bakancs és esőkabát helyett fürdőruha és strandpapucs dívik a barlangban Borsod-Abaúj-Zemplénben, legalábbis Miskolctapolcán. Itt található ugyanis az ország legrégebbi barlangfürdője, mely Magyarország egyetlen meleg karsztvízű fürdőkomplexuma. Ritka és egyedülálló kincs, mikor az ember természet alkotta barlangjáratokban fürödhet, sodródhat a vadvízben, hallgathatja a csillagterem sejtelmes visszhangját, miközben egy Európában egyedülálló természeti alkotás közepén lubickol. A 30 fokos víz is a barlang klímája gyógyhatású, főként ízületi betegségek kezelésére javallott. A fürdőhely számtalan különlegességeinek egyike, hogy a melegvízű karsztforrás alacsony sótartalmú, így korlátlan ideig lehet benne fürdőzni. A Miskolctapolc a barlangfürdő 2016-ban elnyerte az év fürdője címet. Bogács egy véletlen balesetnek köszönheti termálvizét. 1955-ben kezdtek olajkutató fúrásokat a területen, majd októberben feltört a víz a lyukból. A bogácsi termálfürdő 500 méter mélyről jövő 76 fokos, kénes gyógyvizét főként a mozgásszervi és keringési problémák kezelésére ajánlják, de a legkisebb korosztály is kiteljesedhet a strandon, ugyanis valóságos csúszda park elevenedik meg Bogácson. 2001-ben nyilvánították a termálvizet gyógyvízé. Mezőköves Dán Bogácshoz hasonlóan olyan gyógyfürdőre bukkanhat, mely a kőolajkutatásnak köszönheti létezését. 1939-ben Zsúri Lajos földjén 30 méteres meleg vízoszlop tört fel kőolaj helyett. Jellegzetes kénes szagáról már messziről felismerhető a strandfürdő. A Zsúri gyógy és strandfürdő víze gyógyhatását tekintve nem csak Magyarország természeti kincseinek egyik legértékesebbike, hanem európai viszonylatban is példátlan. Három különböző hőfokú gyógymedence, uszoda, pezsgőfürdő, szauna és gyógyászati részleg áll a fürdőzők szolgálatára. A Sárospataki Végardó fürdő területén az aktív pihenés híveit úszómedence, a gyógyulni vágyókat pedig termálmedence, míg a kisebbeket gyermekmedence és tammedence várja. A kincset érő termálvízre kutató forrás révén 1959-ben találtak rá. Az első medencét, mely fából készült, a Bodrog folyó partján alakították ki. Két évvel később a jelenlegi fürdő területén társadalmi munkával épült az első Meszelt falu medence. A termálfürdő 38 fokos gyógyvíz szívével várja a hazai és külföldi vendégeit. A gyógyvíz ízületi és érrendszeri megbetegedések utókezelésére javasolt, ezen kívül nőgyógyászati panaszok enyhítésére is alkalmas, sőt, ivókúraként is alkalmazható. Az Opponyi völgy sziklabércei közötti völgyben terül el a mesterséges tó, a Lázbérci víztározó. Az összegyűjtött vizet a Bán és Csernai patakok táplálják, és a megtisztított víz több százezer ember ivóvíz szükségletének ellátását biztosítja. A víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobbika, melyet a Bán patak völgyének elzárásával hoztak létre. A mesterséges tó azóta is meghatározó szerepet játszik a környék életében. Területe az 1975-ben létrehozott Lázbérci tájvédelmi körzet része, amely Észak-Magyarország első ilyen védettségű tájegysége. A tó igen közkedvelt, ha bár fürödni tilos benne, de a parti horgászat szezonális jelleggel lehetséges. Észak-Magyarország egyik legnépszerűbb látványossága a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kazincbarcika közelében elterülő Rudabányai bányató. A vörös sziklák között húzódó kristálytiszta, ragyogó kékezöld víz egy igazi természeti csoda, mely valóságos trópusi hangulatot tár a szemünk elé. A Rudabányai bányató közel 60 méteres mélységével Magyarország legmélyebb állóvize. Aki elutazik a Bódva völgyében, nem engedheti meg magának, hogy el ne látogasson hazánk legnagyobb mesterséges víztárolójához, mely a Rakaca patak vizét duzzasztja fel. A tó a horgászok paradicsoma, a nagyfogások mellett a nyugodt környezet és a gyönyörűséges táj miatt. A festő ilyen szép tájat a Csere hátövezi. Észak-Magyarország legkedveltebb és leglátogatottabb horgászhelye, a halbőség a fajta választik, és nem utolsó sorban a hal íze miatt. A tározón lehetőség van evezése, és kijelölt fürdőhely is várja az ide látogatókat.
Jöjjön és ugorjon fejest Borsod-Bolyzemplén megyébe, gyönyörködjön a természet adta kincseinkben, és gyógyuljon természetesen.